Nos, következik egy kis nem professzionális unboxing megtekintés egy, egy játékról, amely nekem nagyon fontos. Úgy fontos, hogy sokszor játszottam és meghatározó játék volt nekem. Nos, ez a játék nem más, mint a Mass Effect 2. Vagy Mass Effect 2, hát whatever, ahogy mondod. És megszereztem a Collector's Edition-jét. Tizenhány éves, várja? Lassan 14 éves játéknak megszereztem a Collector's Edition-jét. És nagyon jó állapotú, szóval... Ja, kösz Bezos. Nézzük meg. Először is e-mailt, igen, ez a... Kicsit olyan... Jó picit mesélj az út során, de amúgy minimálisan, hogy jó van. Igen. PC, ez már a PC-s verzió, ez tudom, hogy volt. Lehet, hogy van a konzolosnak is, most hirtelen emlékszem, azt hiszem, mondtam múltkor, igen, hogy talán van. Mindegy, hagyjuk. Bonyolult. Itt van. Sir, izé... Azt hiszik, hogy izé, nem izé, nem élet túl. Igen. In-game képek. Ja, az a lámpa, bocs. Tényleg, még Windows XP, Windows 7, Windows Vista. Két magas proci, Intel Core 2 Duo vagy AMD Mini, megfelelője. 1 GB RAM XP, van Windows Vista, Windows 7-re meg 2. 15 giga, igen. A videókártya az egy 256 MB-os izé volt, kell neki. DirectX 9. Itt van támogató chipsettek. Igen, új. Hát mondjuk azt, hogy bici sérült úgy során, de nagyjából, hát mondjuk azt, hogy nagyjából új. Igen. És hol tudom ezt kibondani? Ez egy pillanat. Nos. Folytassuk. Szóval kibontottam. És akkor jön először a, gondolom ez a játék maga. A fémdoboz. Először is az elég Shepard található meg. Egy nagyon szép kis darkos ilyen borító cuccosan. Nagyon szépen néz ki szerintem. Jó tapintása van. Nézzük csak. Biztos az is. Nem tudom. Collector's Edition. Hát, ugye meg egy Collector található. Hát, mink ez illik ide, mert hiszen ez a második rész. Begyűjtők a gonoszok leginkább. Ja. Akkor kinyissuk. Itt található. Nem tudom, lehet, hogy... lehet, hogy kisatírozom ezt a kulót. Bár szerintem, inkább, majd biztos inkább így azt csinálom. Biztos, ami biztos. Bár szerintem már nem érvényes, mert... tehát, hogy... inkább, na mindegy. Battlefield 3, tehát... Elérhető a boltokban március 2-ától 2010, tehát így 14 éve lassan. Igen, és akkor itt van a Collector's Edition, gondolom ez a in-game tutorial cuccos. Aha, az ez is képregény a Shepard testének a dolgáról, megmentéséről. Várj-e. Na, valamit csinálok vele. Szerkeszteni volna, na mindegy. Jó lesz szerkeszteni ezt a videót. Igen, ez már a végleges in-game képek, úgy látom. Beszélgetés, igen, ez az. Default minősebb. Renegát, Paragon.
hack, kumba, specializáció, stb. 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 Cseh, kölcsönöletem, amikor látsz, néha azt mondom. Itt van Collector's Edition, külön lemez, gondolom ilyen extra tüccok vannak rajta, talán, mit tudom én. Várjál. Egy kézzel nem mindent egyszerű. Igen. Diszk 1, diszk 2. Ez a játék még ráfért két lemezre. Most meg már lassan már lemezek alig vannak. Egy kis stúdió talán még azt mondja, hogy még legyen, de hát remélem a GTA 6-nál még lesz, mondjuk akkor ott többének már 10-valány DVD-ke, szóval lehet, hogy valószínűleg digitális lesz. Ja, nagyon szép kis fémdoboz. És akkor jöjjön az extra cucc. A tényleges extra cucc. Aha. Egy nagyon szép kis titkosított Cerberus Network Personal Only. Igen, ezt hogy nyitom ki? Oh, wow, ez egy kártya. Egy kártya, nagyon jó kis kártyaszerűség. Igen, és akkor gondolom ezt így kihajtom. Kihajtom, vagy kinyitom? Nem, kihajtom. Jó. Itt van egy ilyen... radarcucc, nem tudom, arra emlékeztet. Meg az első Normandia. Igen. És ezt valahogy gondolom ki lehet szedni. Valahogy meg kell oldanom egy kézzel. Igen. Nem akarom még egyszer megállítani. Ó, bazd meg. Igen? Na. Akkor található benne egy... Ez meg csúsz már arrébb az Isten szerelmére. Na. Ezt is van itt egy képregény. Szerintem ez pont a Shepard megmentéséről. Redemption. Igen. Hát, vagy legalábbis azt hiszem. Ó. Oh. Azt hiszem ez az. Liara, rejtészkülő fickó. Illusive. Aha. Azt hiszem, ez a Shepard megmentéséről a képregény. Azért Artbook, Mass Effect 2. Áú. Igen. Jó kis kemény fedeles. Hősök és ellenségek. Hát... Itt még nem volt annyira. Grant... Karos... Rejtőző fickó... Jacob... Jacob az olyan... Sokáig Miranda amúgy szőkének volt tervezve, mint a színésznő úgy. Színész. Csak azt jött ez a... Márja. Igen. Csak aztán jött ez a... Üzés... jégkirálynő dolog. Jack. A középső az nagyon durva. Igen. Szamar az... elég jó. Légió. Hát ez kicsit olyan durva. Ez jobban tetszik. Mordin. Hát ez nagyjából eléggé hasonlít a végleges dizájnra. Már úgy értem, hogy ezek is hasonlítanak.
Igen, létformák, mondjuk ez a Reaper mondjuk, ha jól emlékszem. Igen, igen. Begyűjtő zék típusok, ez a Oculus drón, vagy mi ez. Fú, de utáltam ezt. Sion, vagy mi volt ez? Sion. Fasza volt. Fellegvár, idegen világok. Fellegvár, van benne akkor az Illum is ott van még. Várja. Igen. Itt épült fel Shepard, meg itt épült a Normandia serkettő. Ez az Illum, igen. Mi van? Asari Homeland-nek ilyen design volt ez? Minket érdekes lett volna, hogy Illum maga az Asari otthonvilág lett volna, nem pedig Tessia. Ez érdekes lett volna. Meglátogatni az Asari Homeland-ot. Érdekes lett volna. Kár, hogy nem az lett. Jön Omega. Úgy néz ki, mint egy gomba felhő. Még ez érdekes lett volna, nem az aszteroid a mezőben van, hanem... Nem az aszteroid a mezőben van, hanem a bolygón, de... az is jó. A végleges dizájnán... nem úgy kihajtani, hogy mi a... Végül nem piszkálom. Begyűjtőbázis. Járművek. Krogan járművek. Jaj. Hajók. Begyűjtő hajó. Ez most az eredeti dizájn lenne? Nem tudom. Kvárian hajók. Siklók. Ha merre, de annyira legkassá kedvencem. Mindegy. Az első sérült Normandia. Az új és a régi Normandia. Reaktormag. Talán tetszik ez a fajta belső. Talán még jobban is tetszik, csak ez a Cerberus. Az lett volna egy Cerberus. Város. Ha jól emlékszem, nem úgy van benne. Én nem emlékszem legalábbis. Ha így lett volna mondjuk. Nem emlékszem, hogy így lenne. Akkor a szövetség felmegy a hajóra, és felmegy a hajóra, és az első mozdulatuk az lett volna, hogy a festékkel öntik. Igen. Jack, harcol, lő, fegyverek. Anyját, picsáját. Nehéz fegyverek. Ez jó, ez kinda kaki volt nekem legalábbis. Legalábbis nekem nem tetszett. Nem tudom ezért. Néha jó volt az elején főleg, de én nem használtam. Nem nagyon használtam, de nem, hogy ne jó, visszavonom, nem rossz fegyver, csak nem a legjobb. Nekem legalábbis. Ez fasul volt megoldva, mert rohadt sokát tartott összeszedni a lőszert. Én nekem azt csináltam volna, hogy került volna mondjuk 10 000-be mondjuk egy lövés,
vagy 20 000-be, és akkor a player mondjuk így többször használatta volna mondjuk, de sokba került volna mondjuk a lőszerbe. Mondjuk az lett volna, hogy a Cerberusnak nem könnyű ilyet beszerezni, mert bla 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 bla, azt akkor kellett volna fizetni mondjuk 25 000-et, vagy mit tudom én. Azt akkor ládat volna. Vagy lett volna valami oka, mondjuk valami, tudja fasz. Meg lehetett volna ezt oldani. Na mindegy, ez itt a Collector's Edition, ez az a Art of the Mass Effect, csak ilyen... Nem a könyv, hanem azért. Pont mint az első résznél. Azon gondolkozok, hogy csinálok a harmadik részből is egy izét. Re-unboxingot. Mondjuk meg van sérülve, nem azért, mert dobáltam volna, csak itt volt pakolászom, meg mit tudom én. És jó, egyszer leesett mondjuk kétszer mondjuk, és lehet, hogy akkor sérült meg, de... Ja. Jó, ennyi lenne Mass Effect Collector's Edition, Mass Effect 2 Collector's Edition. Szerintem nem működnek a kórok, de azért biztonság kedvéért kicenzúrázom. Nem lehet tudni. Szerintem a Cerberus Network már nem is megy. Nem tudom. Nem van mindenkinek, köszönöm, jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát? Na, további kellemes napot kívánok.